A természetgyógyászaton belül maga a szó összetétel is egy érdekes dolog, hogy természet és gyógyászat. Manapság azt, hogy gyógyászat mi nem használjuk, nem is diagnosztizálunk, nem állapotfelmérést csinálunk. Akkor, amikor már az állapot felmérésen túl vagyunk, akkor ugye mi nem gyógyászkodunk, hanem megpróbáljuk azt az okot megszüntetni, amitől a kliensnek bármiféle gondja, problémája van. Na de hát ezt már ősidők óta gyakorolja az emberiség, hiszen tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban is égettek, fülön pontokat. Tibetben a mai napig olyan népi gyógyászati dolgok vannak, ahol mokszát, a bőr felületen égetnek, igaz égési sebet hagy, de maga a sebképződés is olyan jellegű folyamat, ami az okot fogja megszüntetni. Ö, Ezekre az ősi módszerekre mindenképp oda kéne figyelni. És a fiatal felnövekvő természetgyógyász nemzedéknek is csak azt tudjuk ajánlani, hogy figyeljenek azokra a népi gyógyászati hagyományokra, amelyek akár szájhagyomány útján terjednek, akár egyéb forrásokon tudják utolérni akár egy olyan mestertől tanulnak, aki használja ezeket. Rendkívül széles spektrum az, amin a népi gyógyászat már korábban elindult. Ehhez például olyan dolgok is hozzátartoznak, hogy az édes nemes őrölt paprikát azt bizony aranyér ellen lehet használni, nem úgy, hogy helyileg kezeljük vele az illetőt, hanem egy teáskanálnyi édes nemes őrölt paplikát lenyel, és vízzel megissza. Döbbenetes hatása van, hiszen két napon belül már kiegyensúlyozott visszahúzódás észlelhető, nem beszélve arról, hogy a vérzés is megszűnik, a fájdalom megszűnik, és teljesen pozitív változások jönnek létre. Ugyanilyen hatások közé tartozik az, amit a köpőjel érnek el, vagy a testgyertyákkal érnek el. Egy dologra azonban mindig oda kell figyelni. A népi gyógyászat nem nagyon fűzött bele semmiféle ezotérikus elrugaszkodást ezeknek a terápiáknak a használatába. A köpöly például egy nagyon jó, kiegyensúlyozott, szívó hatással, nem csinál mást, mint a meridiánokon, ezt ugye már a Sárga Császár is leírta 3000 évvel ezelőtt, a meridiánok mellett fölszabadítja azokat az elakadásokat, ami miatt a fájdalom létrejöhet. Mert azt azért tudjuk, és ez a mindennapi életben mindig be is igazolódik, hogy ahol fájdalom van, az annyit jelent, hogy a meridiánban áramló csík. Mi a meridián? A meridián az egy olyan láthatatlan cső, ami behálózza az emberi szervezetet, ugyanúgy, mint az érhálózat, a nyirokrendszer vagy az idegrendszer. De ez a láthatatlan csőrendszer arról, arról híres, hogy benne áramlik a csí, azaz az életerő. Ez egy energetikai fogalom, és ahol szükület van a meridiánnál, mögötte teljesen fölszaporodik ez az át nem folycsi, ez mindig fájdalmat jelent. A másik nagyon fontos, hogy ha a meridián másik részénél nem jut el a szervig maga a csí, ott a szerv fog károsodni. Köpőjel, ennek a meridián rendszernek az elakadásait tudjuk fölszabadítani, áramlani fog a megszűnik a fájdalom, és a szerver lesz látva energiával, vérrel, a vér pedig szállítja a tápanyagot és az oxigént. A fülgyertjával és testgyertyával egy picikét mindig túllőnek a célon, általában azt szokták mondani, hogy pszichés hatása van, és ezt a pszichés jellegű felszabadítást tudjuk megnézni akkor, amikor a lecsorgó viasznak a színét, formáját megnézik, és ebből olyan jóslásokat következtetnek, amitől mindig a hajamat szoktam tépni. Nem erről van szó. A fülgyertya ugyanúgy egy vákum jellegű és melegítő Hatással bíró eszköz. Bárhol a szervezetre ráhelyezzük, nem tisztítani fogja, hanem átmelegíti azt a területet. Az meg teljesen természetes, hogy egyik gyertyának ilyen, a másiknak meg olyan a maradványértéke, éppen azért, mert nem tudjuk, hogy milyen anyagból és milyen viaszból készítették. Benne van a nevében gyertya ég, tehát a hőt át fogja adni. És tessék csak elgondolni, hogy a kéz odatétele már mennyit szokott segíteni. De miért van ez? Ennek is van fizikai magyarázata. A bőrünk állandóan párologtat. Ez a párolgás hővel együtt, hőleadással együtt jár. Hogyha mi gátoljuk ezt a hőleadást, ráadásul egy másik bőrfelülettel, ami szintén párologtat, Hát akkor az biztos, hogy azon a felületen olyan, mintha valami nagy energiát éreznénk. És mindig azt mondom, hú, most megenergiázlak. Nem energiázza, hanem ezt a fajta két bőrfelület közötti hőleadást akadályozza meg, és fölmelegíti azt a területet, ahol oda tesszük a kezünket. Ha ott volt fájdalom, mit okoz a hő? A hő mindig azt fogja ö, eredményezni, hogy az ott lévő kapillárisok kitágulnak, és ezek a kapillárisok egyre több oxigénnel dús vért visznek arra a területre, tehát a fájdalom okát, ez a felpesdült keringés gyönyörűen el fogja tudni onnan vinni. Ugyanez a helyzet a fülgyertyánál, testgyertyánál a hő hatására a kapillárisokban egyre több véráramlik, áramlik, és ez segíteni fog a fájdalom ö, negligálásában. Mindig minden egyes ilyen ö, népi terápiánál is azt kell mindig megnéznünk, hogy mi a kiinduló alap, mi a fizikális háttere ezeknek. Ha ezeket a háttereket tisztán tudjuk, akkor nem fogunk olyanokkal találkozni, hogy ilyen lilafény-fanfárszós kezelések, ahol bármit be lehet mesélni a kliensnek, és akkor már gyógyulni fog. Minden egyes kliensnek, vagy leendő kliensnek azt ajánlom, hogy figyelje meg önmagában a meglévő változásokat, és ehhez képest el fogja tudni dönteni, hogy az a terápia jó-e neki, vagy sem. Ugyanilyen ősi jellegű dolog, az érintésen túl a masszázs. A masszázs a klienseknél azt eredményezi, hogy az izmok, amelyek eléggé kemények szoktak lenni, föllazulnak, és megint csak a fizikális hátterét, ha nézzük, azon belül a vérellátás fokozódni fog, és az izomban föl sokszorozódott tejsav, ami ugye a fokozott működéstől kerül fölszaporodásra, szépen le tud tisztulni, és a véráram elszállítja. Na de hát ősi módszerek. Az ősi módszerekhez nagyon sok magyar természetgyógyász is hozzájárult, hogy ezeket átörökítse és javasolja. Ilyenek például az, az a latin mondás is, hogy borban az igazság, illetve a tokai passum, az ugye annyit jelent, hogy a tokai asszú orvosság. Ezek a hosszú érlelésű orvosságok élvezeti cikkek is, de ugyanakkor fantasztikus módon hatnak a szervezetre. Jó magam azt szoktam tanítani, hogy a konyakot, hogyha a tiszta konyakot, valaki görcs esetén megissza. És ez tényleg legyen tiszta. Tehát amire valóban származási helyként is a konyak van megjelölve, az vazodilatál, tehát az ereket tágítani fogja. Ezt már annak idején a francia papok is nagyon jól tudták, és akkor, amikor az ilyen kis ö, ö, papi elsősegély helyeken adták, azért adták, hogy szűnjön meg a görcs, hiszen ha vesegörcsről vagy epegörcsről van szó, akkor kifejezetten az ezeket a szerveket ellátó artériák tágasságát növelték. Ez azért nagyon fontos, mert a húgyvezetéknél, ami a vesét és a húgy, húgyhólyagot köti össze, szintén tágulást eredményez. És tessék el gondolni, hogy egy vese görcs, az rosszabb mindenféle más fájdalomnál. Ha időben nem kezdik elkezelni, az rettentő problémákat tud okozni, hiszen amikor már kialakult, nem lehet bevenni semmit az ég a világon, mert minden kijön, azaz kihányja az illető, a fájdalomcsillapítótól kezdve a vizen keresztül minden egyéb dolog annyira kellemetlen. Ugyanakkor a konyaktól, ha időben beveszi az illető, akkor teljesen kiegyensúlyozottan át tud kerülni a vesehomok a vese medencén, illetve a húgy rendszeren keresztül, húgyúti rendszeren keresztül. Visszatérve a Tokai Asura. Ez egy magyar sajátosság, egy magyar kuriózum. A Tokai Asu szintén egy nagyon erős vazodilatáló, tehát értágító lehetőséget hordoz magában, Túl azon, hogy, hogy ajánljuk azt, hogy esti lefekvés előtt nyugodtan egy fél decit ebből meg lehetne inni, a rozmaringgal keverve viszont már egy olyan fantasztikus nyugtató hatást tud elérni, ami a szív működését és a pszichés terhelést is oldani tudja. Ezért 4-500 rozmaringot szoktunk belerakatni egy üveg szuba, és egy hét állás után a rozmaringnak az olaja, az átkerül a szuba, és ebből fél decit esténként meginni, kiváló dolog, mert a stressz is csökken, és pihenni tud az illető. És mondtam egy olyan dolgot, hogy olaj. Évezredek óta használjuk az illó olajokat, az aromákat. Ugyan ilyen népi gyógyászati... Jellegű az aromaterápia is. Nagyon oda kell figyelni, hogy milyen aromát használunk. És bizony óvatosnak kell lenni velük, mert ezek közül az aromák közül ez a 100%-os kivonat gyakran marni képes a bőrfelületet. Ha valaki túl sokat használ belőle, akkor a bőrfelületet fölmarja. És a szervezet elkezd védekezni ellene. Tehát mindenkit, aki aromákkal foglalkozik, csak kérni tudom arra, hogy ne nyakló nélkül használják, hanem tudják, hogy miből, és tudják, hogy mennyit kell használni. Annak idején még azt mondták, hogy amikor Kleopátra a Níluson hajózott, már kilométerekkel előre meg lehetett érezni illatanyagban, hogy éppen arra hajózik majd Kleopátra, de ő a levegő tisztaságáért, valamint a védelemért, hogy semmiféle fertőzés ne érje őt, olyan illatanyagba lepedőkkel fedette le az ő hajóját, ami Természetesen hogy nagy koncentráció miatt nagyon széles körben érezhető volt, de a közvetlen környezetében is baktériumvírus és gombamentesét tette az egész környezetet. A mai napig használjuk a párologtatást, és mindenkinek nagyon ajánlom azt, hogy ezekkel az illóolajokkal ismerkedjen meg, és minél többször alkalmazza. Na de az illóolajokat általában miből nyerjük? Vannak állati eredetű illóolajok, és vannak növényi eredetű illóolajok. Igen, ám, de amíg eljutottunk az illóolajig, addig először ott volt maga a növény. A növény, mint fitoterapikum, az egy fantasztikus dolog. Rengeteg olyan népi gyógyászati fitoterápiás javallatot ismerünk, amely a mindennapokban segít ahhoz, hogy seki kialakuljon ne alakuljon ki egy gond és probléma, vagy ha már kialakult, akkor már tudjuk kezelni ezeknek a főzetével, ami nem biztos, hogy főzet. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert van, aminél főzni kell, van, aminél áztatni kell, és van, amit hidegen áztatunk. Ilyen hidegen áztatandó például a fagyöngy. Hát erre is ö, több száz év kellett, hogy ezt valójában fel tudja fogni az ember, hogy a fagyöngynek az áztatása hideg vízben 12 óra múltán azt eredményezi, hogy az ebből készült folyadékot, vagy teát, mert van, aki teának hívja, ha megisszuk, az a szívet fogja támogatni. De hát erre is rájött az ember, és nagyon sok-sok dologra rájött. Rájött például arra, hogy ezek a fitoterapi, fitoterapikumok képesek megnyugtatni, képesek roborálni. A roborálás az azt jelenti, hogy erőt adni bizonyos szerveknek, és ezen kívül élvezeti cikként is gyakran használják. Tessék csak arra gondolni, hogy Angliában milyen fantasztikus vagyonokat fizettek ki azért, hogy Indiából teafüvet tudjanak behozni. És milyen hatalmas kultúrája van nem csak Angliában, hanem a világ nagyon sok részén a teaivásnak. Ez ugyanúgy fitoterápiás kezelés, mint bármi egyéb, mint hogyha mi zsúrlófüvet forrázzunk le, mert ezzel a pontos időben bevitt folyadékmennyiséggel és ízanyaggal el tudjuk érni a szervezet számára szükséges vízmennyiségpótlását egyrészt, másrészt, olyan nyugtató ágensek vannak ezekben az illatóanyagokban, amelyek az idegrendszert és a fizikumot is képesek lenyugtatni.